A Katapult zenekar nagy magyar előadók halhatatlan slágereivel, valamint néhány jazz standarddal állt a közönség elé, majd különlegességként népdalfeldolgozások is következtek gitárkísérettel. A nemrégiben szervezett koncert vázát tehát az Északi Szabolcs és Néró Kata által létrehozott Katapult zenekar adta. Az eredeti tervek alapján egy igazi jammelős estét szerettek volna tartani, néhány zenész barátjukkal kiegészülve, akikkel Szabolcs együtt dolgozik más formációk. A koncert neve a Katapult Jam is innen ered. Igazából Katival egy gyerek zenekarban dolgozunk együtt, és úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy zenés estét, egy felnőtt műsort is, ahol feldolgozzuk kedvenc számunkat, illetve egy-két népdalt. A gyerek zenekarunk neve Felhőtáncdó, októberben tervezünk egy lemez bemutató koncertet a könyvtárban. A lemezen ismert magyar gyermek versírok műveit dolgoztuk át. Például Devecseri László, aki sokat segített nekünk, és vele együtt életre keltettünk egy gyerekműsort a Bajai Rádióban. Ő egy híres magyar meseíró, rengeteg könyvet jelentetett már meg. És hiába mondtam, hiába szóltam, figyeltek vissza arra a napra, nem kérek semmit, nem vagyom abba. A koncerten együtt jammeltünk még Szarka Gabi barátommal, akivel a Hegyhengergetők zenekart csináljuk, Ódor Krisztiánnal és Árkosi Bálinttal, aki az Október 32 zenekar frontembere. Look at her snoring, baby, looking at her blues. She's my baby, I know, baby, I know her blues, baby. Look at her snoring, baby, happy for him, my poor man. Ők olyan underground előadók Baján, akikkel együtt dolgozgatok, stúdiózunk, dalokat írunk, felveszünk, és ezekből önálló lemezeket szeretnénk. Egy-két dalt megpróbáltunk akusztikusan eljátszani aznap este, az Október 32 és a Hegyhengergetők repertoárból, ami nem volt könnyű, mert ezek a dalok többnyire elektromos hangszerelésre írottak, nem pedig akusztikus gitárra. Igazából ezek stúdiómunkák, szinte mindegyik teljesen más stílusú, és akkor szeretnénk ezekből ilyen színpadi produkciókat, vagy színpadi zenekarokat összerakni majd később. Jammelés az azt jelenti, hogy hozzányúlni az adott pillanatban egy-két dalhoz, amit ott éppen játszunk, és akkor játszogatunk vele, kiegészítjük, és ilyen teljesen lazán csak örömzenélünk. Árkosi Bálint énekelt, akusztikus gitározott, Szarka Gabi barátom a Szájher Flizet akusztikus gitározott, és néha még a Krisztián is beszállt nagy meglepetésemre a szájharmonikával, úgy látszik, hogy ő tanulgatott, nem tudom, hogy járt a Gabihoz vagy valakihez. Nem biztos, hogy ennek a műsornak vagy ugyanennek az estnek lesz folytatása, de szeretnénk koncerteket, elsősorban ezekből a formációkból önálló koncerteket színpadra rakni majd. És esetleg, hogyha csinálunk egy közös bulit, majd a környékbeli underground művészeket, szerzőket is meghívunk, akik tehetségesek és eljönnének még velünk zenélni egyet. Az említett koncerteken kívül tehát Szabi és Kata októberben egy kifejezetten óvodásoknak szóló interaktív gyermekműsort is tervez, ahová író-olvasó találkozóra vendégként Devecseri Lászlót is meghívják majd. A helyszín előreláthatólag a Bajai Ady Endre Városi Könyvtár lesz.